40 km per órától már biztonságosan vagytok környezen a eredet falon. De mindenki megkérdi, saját életre más érzetekben is, hogy 70-75 km per óránál ne menjenek gyorsabban. Ez egy fogalom a régi szivar alakú versenyautók. Nekem ez viszonylag kisgyerekkorom óta, amikor ekkorában volt ilyen, ez becsípődésem volt, hogy nekem egyszer lesz ilyen. Ez egy olyan érzés, ami ugye mai világban abszolút nincs, de hogy ez nem Facebook, ez nem okostelefon, nem nagyítjuk, nem kicsinyítjük, hanem igazi alumínium, igazi fa, igazi bőr, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Legközelebb jobban figyelünk. Így van. Oké. Okay. Ez egy nagy játék, hogy figyeljünk, jó? Elindítom ezeket, és jövök. Elavult a kis szók, jó napok, kis közönnek a kis nagyok, mamájához szól a kis fia, szia, szia, szia. Föld után mehetek, jó? Föld? Óvatosan az aljába. Ez egy nagyon régi pálya, hogyha erről is lehet egy kicsit beszélni. 1928-ban készült el ez a végleges formája, ez a 28-ban volt itt az utolsó világbajnokság, majd 77-ben felújították, és látjátok a mostani állapotát, ez az állapot, tehát azért van egy kis hiba is benne. Tehát egy kicsit el van hanyagolva, de ahogy ezt mondani szokták nekünk, ez van. Én egy éves korom óta ide járok a pályára, a családom 54-ben kezdett itt a pályára, Fater 54-ben kezdett itt versenyezni, nekem a kerékpáros a szerelem, a kerékpáros pálya a szerelem. Eleve egy ismeretlen valami a város közepén, ez egy nagyon nagy meglepetés az embereknek, úgy architekturálisan, mint egy pálya, amire föl lehet menni. Másrészt azért, mert itt vannak olyan járművek, amiket nem csak állva lehet megnézni, hanem menet közben, tehát hallani, testközelből megélni, akkor ahogy fölöltöznek a járművekhez, illetve ahogy a közönség felöltözik. Egyszerűen nagyon jól érezzük magunkat. Minden szuper, a hangulat, és hogy ne egyszerűen csak arról szóljon, hogy mit itt próbálunk fejlődni képileg, fotográfiailag, hanem nagyon jól érezzük magunkat. Sokkal több, mint simán csak egy fotós gyakorlat. Ez egy full buli az egész.